Jó estét kívánok! Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek erre a kis koncertre, amit azért rendeztem, hogy a Fischer Annie ösztöndíjra föl tudjak venni egy kisebb műsort, és mivel ugye ez az ösztöndíj arra irányul, hogy fiatal pályakezdő művészeket támogassanak, ezért úgy gondoltam, hogy ez a legjobb, hogyha a program is olyan színes, amennyire csak lehet. Nekem is több oldalamat mutatja meg azt, hogy a különböző stílusokban hogyan tudok játszani, és ezért minden négy darab az más-más szerzőtől is van, más-más korszakból is, sőt, ahogy látjátok, más-más hangszeren is. Az első darab pedig Franz Strauss Opus 8-as kültversenyének lesz az első tétele, ami azért gondolom, hogy az egyik, igaz keveset játszott darab, de az egyik legérdekesebb mű, meg én nagyon szeretem, mert ugye Franz Strauss volt az egyik első, aki tényleg rendszeresen használta a ventilkürtöt, aki az egyik első olyan zeneszerző, aki írt is erre a hangszerre, és emiatt szerintem egy nagyon jó lenyomata annak, hogy a 19. század közepén mit is képzeltek el úgy, mint hogy a kürtek a szóló szerepe, és mi volt az, amit meg is tudtak valósítani technikailag. Úgyhogy hallgassátok sok szeretettel Franz Strauss kürtversenyének az első tételét. Thank you.
És most gyorsan ugrunk egy nagyjából, hát 200 évet nem, de majdnem 200 évet, és Szent Páli Rolandnak a Hohen című darabjából fogom már a Noi című tételt, a második tételt előadni. Szent Páli Roland ezt a 2020-as Márkonyi Kircsényi versenyre írta ezt a darabot, ott volt ez a kötelező szóló darab, és mindegyik tételnek, ugye az első tételnek Márk, a másodiknak Noi, a harmadiknak pedig Kircsény a címe, ugye a városról nevezte le a tételeket, és minden tételnek a tematikája az ehhez az adott szóhoz vagy szótakhoz tartozik, kapcsolódik. És a második tétel ugye Noi, az magyarul annyit jelent, hogy új, és pont ezért ez a tétel, ez olyan, mintha egy diszkóba mennénk le, vagy valamilyen éjszakai bárba, és egy mai modern elektronikus zenét hallgatnánk. Ebben megint csak azt láthatjuk, ahogy előbb a Straussban is azt lehetett hallani, hogy az adott korban éppen mik voltak a technikai lehetőségei, nehézségei, képességei a hangszernek és a zenészeknek. Itt is egy hasonló képet láthatnak majd, ugyanígy egy 150-200 év múlva az akkori kürtösök, hogy kell multifoniszot játszani benne, kell a lábunkat dobolni, vagy éppenséggel a korpuszon különböző effekteket megvalósítani. És én ezért választottam ezt a darabot, mert nagyon szeretem is, és úgy gondolom, hogy egy nagyon frissítő és különleges élmény ezt a darabot játszani is, és hallgatni is. Thank you.
És igazából most, hogy így gondolkodom, eszembe jutott, hogy lehet, hogy lehetett volna adni a koncertnek egy olyan címet, hogy próbálkozások, vagy a kürt technikai lehetőségei korszakokon át, mivel a következő darab Paul Dukának Villanelle című műve, ami a Párizsi Konzervatoárban volt egy vizsgadarab az 1900-as évek elején, és Franciaországban nagyon sokáig megtartották a naturkürtöt, nagyon sokáig használták akár mint fő hangszer és ventilkült volt mellette egy mellékhangszer, vagy a két hangszer ugyanolyan fontosság volt, akár a szimfonikus költeményekben, versenyművekben, kamarazenében, és pontosan emiatt ebben a versenyművben is a zeneszerző elvárja azt, hogy meg ugye az akkori vizsgáztató bizottság elvárták azt, hogy a kürtös, aki játszik a vizsgán, az képes legyen kezelni a naturkürtöt, a ventilkürtöt, tudjon szordinóval játszani, tudjon folytottan, szóval kézzel befolytva a korpuszt, úgy is tudjon játszani, úgyhogy egy nagyon, nagyon sokrétű zenészt kíván meg ez a darab, és nagyon megköveteli azt, hogy különböző hangszíneket minél inkább meg tudja valósítani a szólista. A következő darab Paul Dukának a Villanelle című műve lesz. Thank you.
És hát így az utolsó darabként eljöttünk a kezdetekhez, úgy is mondhatnám. Wolfgang Amadeus Mozartnak a S-Tour koncertrondóját fogom előadni Naturkürtön. És az is így, hogy Naturkürtön játszom, úgy gondolom, hogy hozzáad magához a zenéhez is, hiszen Mozart, meg igazából az összes zeneszerző az ő korában nagyon jól ismerte a hangszereket, nagyon jól tudta őket használni. Ugyanígy volt ez a Kürtön is, hogy ugye mivel kézzel kellett játszani, egy különböző hangoknak különböző volt a hangszíne, a hangnak úgymond a minősége, voltak jó és rossz hangok, és ezt nagyon jól kihasználja akárcska a kürtversenyében is Mozart, de ebben a darabban is, sőt, akár még operákban is meg lehet figyelni azt, hogy tényleg egy folytott hang, lehet, hogy az egész darabban egyetlen egy ilyen van az egész operában, még 2,5 órán keresztül, mégis az hozzáadja azt a kis pluszt a zenéhez. És másik érdekesség ezzel a darabban kapcsolatban, hogy meg több verziója is van. Amit most fogok játszani, az igazából valószínűleg ez az eredeti, ez a jó verzió, de ennek részeit csak a 70-es, 80-as években találták meg kéziratokban, és akkor egészítették ki ezt a tételt. És valószínűleg igaz, ezt így egyedül játsszák egymagában ezt a tételt, ez nem csak így van, hanem összefügg egy másik Mozart S-dur kürt darabbal, ami valószínűleg egy S-dur kürt versenek az első tétele. Az is egy befejezetlen, talán egy 100-110 ütem, ami elkészült belőle, tehát a zenekari bevezető nagy részt, valamint a szólónak egy része. De vannak olyan feltételezések, hogy az a tétel és ez összeillik, szóval lehet, hogy valamikor még megtaláljuk ennek a hiányzó középső darabját, a második tételt, de az is lehet, hogy sohasem, és így önálló darabokként fognak továbbra is élni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a koncertemre, és hallgassátok ugyanilyen érdeklődéssel még az utolsó darabot is. Thank you.
Thank you.